Az utolsó simításokat végzi a Fehérvár Média Centrum csapata a nagy tanácsteremben. A három kamerát már felszerelte a műszaki szakembergárda, és a vezérlő berendezés is a helyére került. Ez a, lehet, ezért, varánkot... a Fehérvár Televízió közgyűlési közvetítésein ez idáig 5-6 fős technikai dolgozott. Mostantól azonban egyetlen kolléga is el tudja látni ezt a munkát. A kamerák képét erről a berendezésről lehet irányítani, és ez a szerkezet képvágásra is alkalmas. Három darab robotkamerát telepítettünk a, a közgyűlési nagyterembe. Ez itt mögöttem a vezérlő része látható, egy képvágópulttal, meg a kamera vezérlő egységgel, ami egy joystickkel és különböző ilyen programok által történik. A rendszert Székesfehérvár önkormányzata vásárolta, a beépítés, illetve a működtetés pedig a Fehérvár televízió feladata. A vadonatúj digitális technika élesben a pénteki közgyűlésen vizsgázik először. Ez rendkívül modern digitális kamerarendszer, mint látható 16.9-es képarányban dolgozik már, egyrészt másrészt képminőségben is lényegesen jobb. A májusi közgyűlést az új digitális kamerarendszeren keresztül élőben kísérhetik figyelemmel az érdeklődők. A közvetítés a Fehérvár televízióban és a www.székesfehérvár.hu internetes oldalon is látható lesz.